Sziasztok! Igen, ez a videó volt már egyszer, de most néhány részét újra forgattam, újra vágtam és feltöltöttem újra. Néhány mondatban arról, hogy miért. A napelemrendszerről szóló videósorozat előző hatodik részének a végén már említettem, hogy hogyan tervezem elkészíteni a földelést, és ott többen hozzáértőnek tűnők hozzászóltak, hogy az úgy nem lesz jó, és leírták, hogy szerintük hogy kéne. Ezért én az eredeti elképzeléseimet ezek szerint átterveztem, és a, ebben a, ennek a mostani videónak az előző változatában az szerint készítettem a rendszert, és úgy mutattam be. Aztán ehhez a videóhoz is érkeztek szintén hozzáértőnek, tűnőktől hozzászólások. Amiben leírták, hogy valójában mégis csak az én eredeti elképzelésem volt a helyes, és mivel nem akartam, hogy téves infók legyenek a videóban, ezért azt a videót inkább letöröltem, és most úgymond ezeket a hibákat javítom. Ezzel együtt azt is fontos megjegyezni, hogy ebben a videóban is lesznek hibák, lesznek olyan dolgok, amik nem felelnek meg a szakmai irányelveknek, szabványoknak, szokásoknak, és nem tudom én milyen előírásoknak, mert hát két fontos tanulságot mindenképpen le kellett szűrnöm a napelemrendszer eddigi tapasztalataiból, hogy egyrészt egy ilyen rendszernek a kialakítása jóval bonyolultabb annál, mint ahogy én azt először gondoltam, és ezzel szorosan összefüggésben a másik dolog, hogy azzal együtt, hogy én közben Rengeteget tanultam már erről az egészről, folyamatosan próbálom képezni magam, utána nézek, de hát ettől függetlenül nem értek hozzá kellőképpen, még mindig. Ezért nagyon fontos, hogy amit ebben a videóban láttok, azt semmiképpen ne csináljátok utánam. Hogyha napelemrendszert szeretnétek magatoknak otthonra, akkor bízatok meg egy hozzáértő céget, akik majd megcsinálják nektek egy csomó pénzért. Úgyhogy most következzen a videó, amiben tulajdonképpen visszacsináltam a földelést az eredeti elképzeléseim szerint. Ezt ennek megfelelően bizonyos részeit a videónak újraforgattam és újravágtam, bizonyos részei maradtak az előző verzióból. Úgyhogy nézzük, hogy mit hoztam össze. Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy a napelem paneleket hogyan és miért kötöttem össze ilyen zöldsergával, és azt is megmutatom, hogy hogyan és miért alakítottam ki itt a tartószerkezetnél egy földelési pontot, meg itt a háznál le a betonlap alatt egy másodikat, itt pedig egy harmadikat, majd pedig megmutatom a napelem táblák egymáshoz való összekötését, meg itt a kis megszakítós kapcsolónak a felszerelését is, és mivel így már a napelemektől elér az inverterig az áram, így a végén akár még az is lehet, hogy egy inverter bekapcsolást is megmutatok. Tartsatok velem ma is! Ez a napelemrendszer, és ez a videósorozat sem jöhetne létre a deje nélkül, akik egy egyfázisú 6 kw hibrid invertelt és két darab 6 kwh litium-vas vasfoszfát akut biztosítottak hozzá.

hidraulikus sarupréssel, erről van már külön videó elkészítettem a napelem táblákat összekötő vezetékeket 6 négyzetmilliméteres vezeték és AliExpress-es saruk Ezeket önfúró csavarokkal rögzítettem a panelok keretéhez, így mindegyik össze van kötve egymással, és néhány helyen a vastartó szerkezettel is. Erre, és aztán ezeknek, egy földelő szondába való levezetésére azért van szükség, mert hogyha esetleg egy meghibásodás esetén a napelem keretek, vagy maga a tartó szerkezet, ugye ez is fémből van, feszültség alá kerülne, akkor ezeken keresztül le tud vezetődni ez a feszültség a földbe, és így nem lesz veszélyes, és amellett villámcsapás esetén is hasznos lehet, hogyha utat biztosítunk a villámnak, hogy levezetődjön a talajba, bár az a helyzet, hogy az általam használt 6 négyzetmilliméteres vezeték az a villámcsapás esetére hát túlzottan vékony, de hát most ez van. Volt, aki azt is írta, hogy a napelemeket nem így egymáshoz kellene összekötni, hanem csillagpontosan kellene bekötni a földelésbe. Hát, hogy ez azt jelenti -e, hogy gyakorlatilag minden napelemtáblát közvetlenül a földelőszondába kellene kötni, vagy mindegyiket elég lenne a vasszerkezethez. Ezt nem tudom. Én néhány helyen, ahogy látjátok, a vasszerkezethez is hozzárögzítettem, az a helyzet, hogy én most ezt így fogom hagyni, mivel ilyen vékony 6 négyzetmilliméteres vezetékkel összekötve a villám áramának a levezetésére ez az összekötés úgysem alkalmas. Arra meg, hogy a légköri statikus elektromosságból adódó esetleges feltöltődést levezesse, arra meg szerintem így is megfelelő ez a rendszer, úgyhogy minden esetre én most így hagyom. Ide a saruk alá egyelőre még nem használtam körmös a letétet, voltak írta, hogy előnyös lenne, mert az átszúrja a felületkezelését ennek az alumínium keretnek. Igazság szerint én azt gondolom, hogy mivel maga ez az önfúró csavar belefúrta magát, tulajdonképpen maga a csavarnak a menetes része az a az al tiszta alumíniummal belül a keretnek a belsejében érintkezik. Ennek az önfúró csavarnak a fejének az aljáról meg, a becsavarás előtt lekapartam a festéket, és így valójában az meg a saruval, tehát szerintem azért így az elektromos érintkezés biztosítva van. Lehet, hogy a jövőben majd ilyen körmös alátétet teszek még alá. Na de ehhez földelő szonda is kell, ami kapható készen, de kb. 15 ezer forint darabja így én inkább elkészítettem saját magam, szokás szerint maradék hulladék anyagból. A vasas kupacban találtam egy szolos átmérőjű rozsdamentes acélcsövet, amit másfél méteres darabokra vágtam, és a felületről a festék maradékot fémtisztára csiszoltam. Az egyik végét pedig koronaszerűen bevagdostam, hogy egy zárt hegyet alakíthassak ki. A hegesztéshez rozsdamentes bevont elektródát használtam. Rozsdamentes anyagot óvatosan kell hegeszteni, mert gyengébb a hővezető képessége a sima acélénél, így könnyebben átjukad. Három ilyen földelő szondát készítettem, az egyiket a napelemek tartószerkezetéhez vertem le a földbe, először egy befenekelt vascsővel, majd egy nagy kalapáccsal. A ház mellett a Benti szigetüzemű rendszer számára is elhelyeztem kettő darab szondát, ehhez először kb. 20 centi mélyen előfúrtam, majd ugyanígy levertem a szondát. A felső végét egy PVC csővel védve rögzítettem hozzájuk a házból kijövő földelő vezetékeket, és mindkettőt egy-egy betonlappal fettem le. And everyone is having a good time. But you know. Az egyik földelő szonda itt van a betonlap alatt, ott jön ki a tető alól egy olyan 5 centis védőcsőbe, mint amiben a szolárkábeleket hoztam el a napelem állványzattól, a másik földelés pedig ott van arra egy kicsit messzebb, külön-külön. Ugye az egyikre van kötve a bemenő DC oldal, a másik oldalra pedig az inverterből kimenő AC oldalnak a földelő vezeték rendszere van tulajdonképpen rávezetve. És azért csináltam két szondát ide a házhoz, mert úgy gondoltam, hogy az jobb, hogyha külön a DC oldalnak, és konkrétan itt ezeknek a feszültséglevezetőknek van, külön egy, és azt gondoltam, hogy jobb, hogyha az inverter túloldalának, az AC oldalnak is van külön egy szondája. A zöld-sárga vezetékrendszernek a földelés mellett az egyenpotenciálra hozás is a feladata, amit úgy lehet megvalósítani, hogyha a házban lévő összes elektromos rendszer, illetve ráadásul még a vezetőképes víz- és gázcsőhálózat és... Egyéb hasonló dolgok is össze vannak egymással kötve, és így lehet, mivel egymással össze vannak kötve vezetővel, így lehet az elektromos potenciáljukat egyformára hozni. És ezt én úgy tudtam előidézni a saját rendszeremben, hogy ezt a földelősint bekötöttem a háznak a biztosítéktáblájánál lévő közp központi földelősintbe. Ezután a napelem állványzatra felszereltem a direkt ehhez való DC kismegszakítót tartalmazó nedvesség ellen szigetelt dobozket. Ez a menne lévő kismegszakítóval arra szolgál majd, hogy szükség esetén áramtalanítani lehessen a napelemek és a ház közötti vezeték vezetékszakaszt. Majd minden vezeték végét elláttam a megfelelő MC4 csatlakozóval, és így a kis megszakítón keresztül bekötésre került a ház felé menő vezeték, amit bent már korábban bekötöttem a DC kapcsoló dobozba. Erről bővebben az előző videóban van szó. Volt, aki azt mondta, hogy szerinte nem megfelelő így bekötni, hogy fölülről vannak belevezetve a vezetékek, mert ez bevezetheti a nedvességet. Hát az a helyzet, hogy egyébként itt olyan, ebbe a tömszelencébe olyan gumibetét van, ami direkt ilyen két vezetékhez van kialakítva, két kisebb lyuk van rajta. De ettől függetlenül én sem bízom meg teljesen ebbe a dologba. Egyrészt látjátok, hogy most átmenetileg, mivel most pont esős idő van, becsomagoltam fóliába, de az a terv, hogy ide fölé Készítek majd, vagy készítek neki külön egy kis dobozt, vagy ide fölül egy kis tetőt, hogy innen fölülről ne tudjon belevezetődni a nedvesség a ebbe a kis kapcsolódobozkába. Mivel az inverteren maximum 500 volt feszültséget szeret, és maximum 15 ampert, ezért a napelem paneleket sorba kellett kötni. Így a feszültségük összeadódik, a záramerősség viszont nem változik. Ezt úgy lehet elérni, hogy a paneleket eleve úgy kell egymás mellé rakni, hogy mindig az egyik pozitív oldala, a másik negatív oldala mellett legyen, és akkor így a pozitívot, a negatívval, az egymás melletti pluszaminusszal kell összedugni, és így azt lehet elérni, hogy a paneltábla sor egyik oldalán a legszélső panelnak a végződésén jön le a negatív, a másik oldalon pedig a pozitív, és ugye ezt a kettőt össze kell hozni, ezért arról az oldalról, a negatívot a fekete vezetéken itt fönt ezen a felső ö, zárt szelvény mentén elhoztam oda végig a túlsó oldalra. It's gonna... Itt meg, hogy ne vesszen kerba, ilyen maradék napelemkebel darabokkal oldottam meg a levezetést a talajig. Tulajdonképpen ide ez is bőven megfelel, és ezek egyébként már csak kidobásra ítélt darabok lettek volna. És mivel így már végre be is jött az áram, a belső szerelést meg már korábban megcsináltuk, hát tulajdonképpen működőképessé vált a rendszer majd még 10 másik napelem tábla egy új állványzaton elhelyezésre kerül, meg ilyenek, de tulajdonképpen most már bekapcsolható az egész. Úgyhogy tulajdonképpen ezt meg is tettem. hogyha ö, látod, akkor már az inverter aktív, most a kimenő oldal még nincs bekapcsolva, ö, meg nagyon felhős az idő, úgyhogy látszik is, hogy csak 220 wattot termel az összes napelem, ez a 10 tábla, de azért óvatosan tölti már az akukat, próba üzem. Most ennél jobban ebbe nem fogok belemenni, ugyanis a, az egész rendszernek a beüzemelése, a különböző dolgoknak a kimérése, és az inverternek a beállításai, egy következő videótárgyát fogják képezni. Úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem akkor is, ha ez a videó hasznos volt, kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, mert hiszen még ebből a videósorozatból is több videó hátra van. Meg hát egyébként nagyon sok érdekes dolog van még előttünk, úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! De